Szatmári, ott a gólhelyzet, Torgelle, Torgelle Strestiknek adja, 1-0-ra vezet az MTK. Egymásra vártak a Honvéd védői, talán Lestre szerettek volna játszani, és Torgellében volt annyi lélek jelenlét, hogy észrelte Marek Strestiket, és lepasszolta neki nagyon önzetlenül a labdát, vezet az MTK. Saját maga is egyébként belőhette volna Torgelleben, egészen biztos vagyok, de hát így volt a 100%. Na nézzük, a labda elrugásának pillanatában nem volt Les. És erről itt meg ugye szó sem lehet, hiszen Strestik Torgelle mögött jött még a passznál. Gyönyörűen játszották meg Torgellét, a Lesre játszó honvédvédők között sikerült kiugratni. Szatmárié volt a mélységi passz egyébként, őt is meg kell dicsérni, de hát ez a passz, ez meg nagyon önzetlen. Vezette hát az MTK az első félidő 38. percében.